Sikerrel zárult az 5. Forgó Rózsa Fesztivál, valamint a gyermek és ifjúsági népművészeti Ki mit tud, melyet 3. alkalommal rendeztek meg. A kétnapos fesztiválnak eredetileg a Puskin Művelődési Ház adott otthont, de tekintettel arra, hogy most már egyre több embert mozgat meg, a rendezvény átkerült a Vértes agórájába. Ami a szervezők számára nagy öröm, hiszen a Forgó Rózsát azért hozták létre, hogy minél nagyobb körben terjesszék a népművészeti hagyományokat. Ezt a fesztivált egy egyszerű kis kezdeményezés, hogy népszerűsíteni kezdjük a népi kultúrát. Ezért összecsődítettünk vásározókat, kézműveseket, meghívtuk a környező falvakból a néptánc csoportokat, hogy mutatkozzanak be, hívtunk színészeket, hogy játszanak el olyan vidám jelenetet, és akkor így kezdődött a Puskin Művelődési Házban, és ez kinőtte magát aztán ide. A fesztiválnak a koncepciója az, hogy egyrészt olyan hagyományőrzőket hozzunk el ide, akik még a mai élő kultúrát képviselik. A mai népi kultúránk, a mi magyar népi kultúránk egy élő kultúra. Nagyon sok olyan falu van, ahol még őrzik a 100 éves viseleteket, hordják, kiállnak, táncolnak, énekelnek. Mi ezeket szeretnénk bemutatni. Minden évben 2 ilyen csoportot hívunk. Egyet volt a Nagy Magyarország területéről, egyet pedig a Kis Magyarországról. Ebben az esztendőben Doroszlóról, Vajdaságból érkeztek a bácskai magyarok, gyönyörű viseletekben, táncokkal, dalokkal, és Szabolcs-Szatmárból érkeztek a nagyecsedi hagyományőrzők. Az agóra előtti téren felállított színpadon egész nap színes programok zajlottak. Táncos zenés műsorok és népi komédiák szórakoztatták a közönséget. De sokak figyelmét felkeltette a múlt századi vúsli, a kézműves kirakodóvásár, valamint a népi gyermekjátékok. Az agóra színpadán pedig mindkét nap folyamatosan ment a népművészeti Ki mit tud, melyen szakmai zsűri bírálta a gyermekeket és fiatalokat. Mi 5 szempont alapján figyeljük a műsorszámokat. Az alapján, hogy mennyire hiteles az a táncanyag, amit táncolnak a gyerekek, az alapján, hogy hogyan van megszerkesztve a műsorszám, akár szólótáncról, akár a táncegyüttes koreográfiájáról van szó, hogyan adják elő azt a gyerekek. Ezen kívül azt is figyeljük, hogy milyen az énekzenei előadásmód, és a viseletet is szemügyre vesszük. Hát nagyon sokféle műsorszámot láttunk, a színvonal is különbözött elég sokban. A fesztiválról és a Ki mit tudról szerdai Mozaik című műsorunkban láthatnak bővebb összeállítást.